Jó napot, jó estét a heti Libazsír nézőinek. A kedvenc média jogászomat, dr. Gerő Tamást hívtam el, hogy jöjjön a Libazsírba, mert ő az, akit lehet látni, amikor fontos közéleti kérdésekről meghallgathatják a véleményét különböző tévék, különböző műsoraiban, és ő az, aki fontos jogi kérdésekről is elmondja, nem a véleményét, hanem amit nekünk tudni illik ahhoz, hogy megértsük, hogy miért nem lehet mondjuk béranyát igénybe venni Magyarországon, vagy miért zárják le valamelyik Fradi meccs után egyik-másik szektort, hogyha rasszista huhogással, vagy nem tudom micsodával reagál a közönség a csapat játékára, most pedig, hogy az Európa-bajnokságnál tartunk, most gondolom, hogy akár kérdezhetnék sportjoggal kapcsolatban bármit, mert az lenne a te saját kedvenc műfajod, de ezt nem ígérhetem, mert nincsen jogi kérdés az EB-vel kapcsolatban, vagy volna? Olyan szempontból mindig van kérdés, amikor a bíróknak a tevékenységét kritizálják, vagy azt veszik górcső alá. Úgyhogy próbálsz segíteni, hogy mit kérdezzek ezekkel? Mert a bíró nem lehet leváltani, vagy le lehet? Most már van videóbíró, az is nagy dolog. Igen. Én egyébként videóbíró párti vagyok, tehát ne azon menjen el egy ország sorsa, mert most már tulajdonképpen erről van szó, ez egy modernkori háború, ami az országok között békésen zajlik szerencsére, hogy egy bíró, vagy három bíró téved, hanem ilyenkor van egy stáb, amelyik megnézi, és a szabályokat értelmezi, de még most is volt olyan, amikor a spanyol védőnek a kezére lőtte a labdát. Jaj, volt valami ilyen kezdés. És a németek reklamálták, hogy hát ezt be kellett volna fújni, a védőnek hátul kellett volna tartani a kezét, és ennek ellenére nem fújta be. Szóval még videóbíró ide vagy oda, még így is van baj. Megpróbáltam érdeklődő arcot vágni, de a Szegvári tényleg érdekli, mert ő majdnem sportújságíró lett. Hát én igen, de hát akkor, amikor mi megnyertük 10 a televízió sport vetélkedőjét, akkor nem elképzelhetetlen volt, hogy egy női sportriporter legyen. De én nagyon sokat foglalkoztam sporttal, apukám az cipelt mindenhova. De azt szeretném megtudni, hogy mi volt a legsikeresebb ügy, amire azt mondta, hogy ez eddig életem csúcspontja. Nehéz lesz, mert én tegezem, te magázod, vagy tegezem. Akkor tegezzük. Jó, mi volt neked a legsikeresebb? Talán amikor kegyelmi ügyben pozitív elbírálást kapott az ügyfelem, és Sólyom László volt az, aki kegyelmet adott egy orvos ügyfelemnek, az azt gondolom, hogy egy komoly siker volt, olyannyira, hogy éppen nem is tudom, talán egy rendőrségi kihallgatáson voltam, és akkor hívott a titkárnő, hogy 5 tévéstáb áll az iroda előtt, és arra várnak, hogy mikor jövök már be. Onnan tudtam meg, hogy kegyelmet adott a köztársasági elnök, és én előtte voltam kétszer is egyébként még a Napkelte stúdiójában Verebes Istvánnál és Acél Bandinál a doktor úrral, és Sólyom László nagyon ritkán adott kegyelmet, szóval az nála tényleg egy unikum volt. És amikor ezt megkaptuk, akkor az azt gondolom, hogy tényleg egy ilyen katartikus dolog volt. A másik talán, ami... Bocsánat, de akkor mondd már csak két mondatban, hogy milyen ügy volt ez, vagy miben. Ez egy csalás, az volt a lényege, hogy határon túli magyaroknak segített ez a szentesi főorvos, úgy, hogy egyébként meghamisította az orvosi leletet, tehát csípőprotézis műtéteket csinált, és akkor... Miközben nem voltak itt biztosítva. Még nem voltak biztosítva, és úgy csináltak, mintha valami hirtelen baleset lett volna, és akkor úgy műtötték. Aha, és így kapott kegyelmet. De letöltető börtön kapott egyébként, és a kegyelmi ügyben részben be kellett vonulnia, mert elfelezte a büntetést. És meglátogattam a doktorral Nagyfán, emlékszem, mert egy rövid időre be kellett vonulnia, és hát az is egy különleges élmény volt, mert ott tényleg az Isten háta mögött a Csongrád megyében ez a nagyfai BV. Ott volt egy kiózanító, nem? Igen, abszolút. Szenvedélybetegeket, alkoholistáknak volt a gyógykezelése. Hirtelen ez jutott eszembe, de benne voltam a Szabadi és Társai ügyben, ami egy részben politikai volt, az volt az első nagy ügyem. Ügyvédjelöltként mentem a
szervezett bűnözésen igazgatóságra a gyanúsított kihallgatásra, ami éjjelig tartott, és ott kérdezgették, hogy melyik politikus milyen szerződést ajánlott ebben az agrárcégben, egy tanulmányokat finanszírozott ez az agrárcég, és bizonyos tanulmányokat egyes politikusok javasolták, hogy kikkel kellene rendelni. És ez például egy 10 évig tartó eljárás volt. Tehát, és a végén, annak ellenére, hogy hónapokig előzetes letartóztatásban volt az ügyfél, a végén megrovást kapott, mert egyetlen egy szerződés, egyetlen egy tanulmány állt meg végül a hűtlen kezelés, bűncselekménye az összes többiben felmentették. Az például egy elég nagy sikernek számított, de az az érdekes, hogy nagy csinadarattával indul egy ügy, de mire véget ér, már senkit nem érdekel, mert 10 év alatt már a politikai része az... Kit nem válasz? Az elhomályosodik. Nem válasz. Igazából ez egy olyan kémia, hogy az ügyféllel, hogyha van közöttünk, akkor működik, akkor tudok dolgozni neki, hogyha nem működik, nem hallgat rám, akkor nem. Elküldöd? Akkor vagy azt mondom, hogy ezt szerintem próbálja meg mással, vagy az ügyfél jön arra rá, hogy én túl drága vagyok. Elmegy magától, ezek szerint. Igazából büntetőjog a fő profilom, de ahogy a Kati bevezette, elég sokféle ügyekkel foglalkozom, tehát bontóperek, tehát családjog is, sportjog, az említett sportjog. Még egyet szeretném volna ilyen nagyon civil kérdést föltenni, hogy feltételül szabott, hogy mindent mondjon el, hogy őszinte legyen? Hiába szabom feltételül, ugye az ügyvédi titoktartás az a mi legfőbb erősségünk, tehát bármit mond az ügyfél, az köztünk marad. De sokszor az ügyfél még saját magának sem vallja be, hogy valójában mit követett el. Tehát hiába szabnám én feltételül, egész egyszerűen egyfajta párhuzamos valóság. Csak bevallja magának, hogy megölt valakit, nem? Jó, emberölés az szinte nincsen. Tehát, hogy az annyira ritka, leginkább gazdasági ügyekben dolgozom, tehát vagyon elleni, de van emberöléses ügy is. Magyarországon az emberölések azok családon belül szoktak zajlani. Igen, sajnos. Ezek sajnos. Mind ismerik egymást. Olyan igazi, klasszikus gyilkosság, hogy valakit valami érdek motivál és egy idegent megöl. Hát ez ilyen, volt ugye ez a bizonyos fenyőgyilkossága, ja, amiben szintén szakvéleményt adtam az a Portig gyárfás ügyben. Ja. Ez is egy különleges dolog. A mostani szakaszban, vagy a 10 évvel ezelőttiben, vagy melyikben? Nem most, az első fokú ítélet után. Azért ezeket figyelemmel követem, ezeket az aktuális ügyeket. Van, ahova be is ülök, mint helyettes védő, ilyen például a Völner-Sadl ügy, ahol... Puszta érdeklődésből? Hát, egy kolléganőt helyettesítek időnként. És beültem például a Budaházinak az ítélet hirdetésére is, mint védő. És a bíró az egy kiváló indokolást adott első fokon, mondjuk komoly büntetéseket osztott ki, hát 10 év fölött adott mindenkinek. Majd most kegyelmet kaptak. És utána kegyelmet kaptak, igen. Ja. Ami egy érdekes dolog volt szintén. Novák Katalin, egy időben, ugye K. Endrével egy időben kapták. Ja, hogy egy időben kapták. Ez így egy csoportban volt, csak a K. Endre később jött ki. Mármint a híre. Hát, hogyha lett volna idő esetleg egy kicsit később sort keríteni rá, akkor még talán most is ülne. Jó, hát akkor már kint volt. De erről egyébként beszéltünk pont az egyik civil a pályán műsorban. Aztán pont akkor kerültünk együtt adásba a Katival, amikor a köztársasági elnök lemondott, úgyhogy az egy érdekes. Érdekes helyzet volt. Volt, azt akartam volna megbeszélni veled, hogy mi az, amit te egyébként érzékelsz abból, hogy most már azért nem most kezdted a televízió szerepléseket, hanem jó pár éve nyomod, hogy ez hogy hat a te praxisodra, hogy láttam a doktor urat a térében, vannak, akik jönnek ezért. Meg szoktak ismerni, de igazából az ügyfélkör az nem ebből alakul ki, de nyilván figyelik, egyébként a kollégák is figyelik a szerepléseimet árgus szemekkel, úgyhogy nem lehet hibázni. Én minden műsorra felkészülök, tehát megkérdezek olyan kollégát is, aki adott esetben az ügynek a szakértője, vagy hogyha politikai ügy, akkor beszélek
mondjuk közgazdásza, a közgazdasági téma, vagy hát te adószakértő vagy, nem egyébként, vagy ilyen adójogi szakjogász is vagyok, aha, igen. Ahhoz mit kell elvégezni, hogy ilyen gazdasági ügyekben otthon legyél? Igazából ez egy külön szakjogász képzés az egyetem után. Én áldan képzem magam, ha vagy nyelvet tanulok, vagy ilyen speciális jogágakat próbálok elsajátítani. Azt még csak értem, hogyha valaki sportügyi szakjogász akar lenni, de hogy önként adóügyi ezt a nagymamám mondta, igen? Hogy az legyek, mert ő okleveles könyvvizsgáló volt, ja, csak és ő javasolta, hogy de ő azt mondta, hogy szeressem az adót, hát ez annyira persze nem sikerült ilyen szempontból, a sportjogot jobban szeretem, de ez oda nyúlik vissza, hogy én még a 90-es évek végén a Nap TV-nek indultam, egyrészt a riporter kereseti vetélkedőjén. Ja, tulajdonképpen erre az oldalra akartál ülni, csak átkerültél a másikra. A Telesportban voltam riporter fél évig, 98-ban, még a Kaplár idejében a Komlósi Gábor vett föl. Na hát. Egy elvesztett ügy mennyire visel meg, vagy azért úgy vagy vele, mint az orvos, hogy nem halhat meg minden beteggel együtt? Valamennyire egyébként az embernek muszáj kívül tartani magát érzelmileg egy adott üggyel kapcsolatban, de például az azért megviselt, emlékszem, amikor egy ügyfelemmel kapcsolatban egy büntetőügyben másodfokon kimondták a bűnszervezetet, ez azt jelenti, hogy olyankor azonnal le kell tartóztatni mindenkit, és ugye tehát nem arra készült senki sem, mert első fokon nem állapították meg a bűnszervezetet, ez egy ilyen csalásos ügy volt, az autótolvaj csapat volt, és akkor, amikor így hirtelen megjelentek a börtönőrök, a BVÖ-rök, és megbilincselték az embereket, és a Pali így kidobta a kocsi kulcsát nekem, hogy akkor valahogy vigyem haza az autóját. Azért az úgy egy kevés dolog volt. Ez nehéz este volt utána akkor? Olyan szempontból azért az egy dráma. Kati, nem, de azért az ő kudarca is. Hát azért az nem kudarc, mert ugye nem én követtem el a bíróságnak, ja. Ez a fajta megállapítása, ez végül is jogos volt. Tehát nem tartom kudarcnak. A védőügyvéd egyébként nem szűzlányokat szokott védelmezni, hanem olyanokat, akiket van. Az, hogy valaki mondjuk nem bűnös, az már általában kiderül a nyomozás alatt. Tehát az, hogy bíróságon valakit felmentsenek, az gyakorlatilag 100-ból 1, azt kell, hogy mondjam. Tehát az én praxisom során is. Nem kerül a bíróságig. Talán 1-2, tehát mindig van egy félreértés az emberekben, mert hogy a ügyészség vád eredményessége 98%-os. De ez nem azt jelenti, hogy minden ügyben 98%-ban valakit feljelentenek, elítélnek, csak amit mondasz, hogy nem jut el a bíróságig. A bíróságig már olyan ügyek jutnak el, és ugye pont ez a probléma a politikai rendszer szintű korrupciós ügyekben, hogy nem jutnak el a bíróságig, tehát nincs is miben ítélkezni. Már az ügyészség nagyon elején vége a dolognak, vagy az ügyészségig se feltétlenül jut el. De egyébként pedig azt is gondolom, hogy amikor én a jogot tanultam, és az sajnos nagyon-nagyon régen volt, és utána még igazságügyi tudósítóként dolgoztam, és kellett ezeket a vád eredményességi statisztikákat figyelni, és azt mondanám neked, hogy 35 évvel ezelőtt is 98%-os volt. Igen, azért, mert hogy az ügyészség már csak olyan ügyben emel vádat, amiben biztos, tehát ott van egy tényállás. Ez egy konstans dolog. Igen, aztán lehet, hogy a bíróságon megfordul egy vád, és felmentik bizonyítottság hiányában. Csak ahogy az ügyek rutinszerűen bonyolódnak, úgy abból nem következik, hogy a bíróságon nagy meglepetés. Polgárügyekben meg az okozott mondjuk nagy csalódást, amikor első fokon megnyertem, és akkor másodfokon meg elvesztettem. Tehát, hogy gyakorlatilag ott meg ott nem tudsz mit csinálni. Lehetem. És ha jogerős az ítélet, akkor az annyi, az véget. És akkor hiába volt első fokon siker, hogyha másodfokon vagy másodfokon másképp döntött a bíróság, akkor nem tudsz mit csinálni. Kúria az, meg rendkívüli perorvoslat, az csak különleges esetben enged
engedi meg, hogy egyáltalán felül. Ezért aztán nem is szoktak általában a polgári pereknél az elsőfokú ítéletnél pesgőt bontani. Nem szabad. Igen, bármi történhet. Azt nem szabad, és szeretnek is hozzányúlni az ítéletet. Imádom azokat az amerikai filmeket, amelyik bíróságon játsza brilliáns elmék, sorolhattam, hogy szeretnéd te, mint ügyvéd, hogyha olyan lenne a bírósági tárgyalás, mint Amerikában, esküdszék, tehát tudja mindenki, aki filmeket néz, igen, hogy ez egy sétálnak. Ott az... aztán az ügyvédnek van szerepe. Sétál, hát, izé. Nekem az nagyon tetszene. Hiszen... ott... Szeretek szerepelni, ahogy pontosan, de látják. Kihagytunk egy itt nagy egy... zicsert, én még oda visszatolnám ezt a beszélgetést, hogy ő riporter akart lenni, Katikán. Igen, tudom. Hát, csak ugye a család inkább a jogi pálya felé nyomott. A sétáláson kívül, mert ezt értem, hogy ez, hogy esküdszék, ez egy vonzó dolog? Hát abszolút szerintem több esélye van az ügyvédnek arra, hogy az ügyet befolyásolja. A bírónak mindig nagyon határozott elképzelése van. Egy-egy pontra rá lehet mutatni, ami szerintünk az ügynek a merituma, vagy adott esetben egy olyan pontját megvilágítani az ügynek, mert sokszor, főleg a sokvállalatos ügyekben. Volt már szó arról, hogy ilyen legyen Magyarországon, vagy ez teljesen kizár? Vannak átvett jogintézmények, például az egyesség, az egy szlovén mintára, de kvázi vádalkú. De az esküdszék az nálunk olyan szempontból valósul meg, hogy vannak bizonyos nagy ügyek, ahol van ülnök, és van a bíró, és akkor mellette ül két ülnök. Az a bírói tanács. Igen, a bírói tanácsban, de és ilyenkor szavaznak elvileg, de ott nagyon a bíró. De vannak még civil ülnökök? Van. Első fokon vannak. Volt ilyen ügyen most egy. Mármint hogy emberek, és van szavuk benne. Emberölés kísérlete ügyben volt két ülnök, és figyeltem, és ők is nagyon odafigyeltek. Kérdezni talán a. Aztán egyszer kérdeztek, nem nagyon szoktak, nem, az nem jellemző, de valahogy megvan ez a civil része még, de egyre kevésbé. Tehát most a büntetőjárási törvényt afelé viszik, hogy inkább csak a bírók döntsenek. Hát mert álságos volt. Igazából sok értelme nincsen. Amikor én tárgyalóteremben jártam még, akkor nem volt a civileknek sajnos igazi szerepük. A nép egészséges jogérzéke képviselte magát, ahogy ezt, igen, mondták, és a bíró jól meggyőzte őket. Nem. Mert hát vagy a jog érvényesül, vagy a jog érvényesül. Hát azért mégis sokszor még azon aggódtunk, hogy ne hogy ott elaludjanak közben, mert hogy annyira nincs szerepük. Igen, így aztán sajnos. Értem. Ott Amerikában az az izgalmas, hogy az esküdteknek a kiválasztása, hát az ügyvédeknek a feladata, és például az olyan szempontból nem tudom, tehát mondjuk roma ügyfelek esetében, hogyha olyan esküdtek vannak, akkor nyilván megkérdezném, hogy nem rasszista esetleg, és akkor azt kizárnánk. Megkérdezed, és azt mondja, hogy nem. Hát jó, igen. Hát olyat, hogy azt mondja, ja, tényleg, de. És akkor tudom, hogy akit behívnak, hanem kötelező oda menni, aztán legfeljebb kiválasztják, igen. Amerikában nincs, de nem ez választható. Ez teljesen más rendszer, én nem hiszem, hogy ez az európai jogrendszerekben ez nincsen. Nincs olyan jelentősége. Nincsen. Azt gondolom, hogy nem is ezen múlik. A bírák felkészülése, a felkészültsége az én tapasztalom szerint rendben van, úgyhogy még egyszer mondom, nem az a probléma, hogy a bíróságokon nem lenne korrekt az eljárás, hanem bizonyos ügyek nem jutnak el odáig. Ez, nekem ez a gondom. Nagyon más most az az ügycsoport, vagy azok az ügyek, amikkel foglalkozol, mint ami 15 évvel ezelőtt volt? Tehát, hogy a társadalmi változások azok mennyiben tetten érhetők egy ügyvédnek a praxisában? Ami szerintem nagyon megnövekedett, azok a bontóperek. Tehát, ja, hogy már nincs egy házasság se, ami egyben maradna? A statisztikák szerint minden második házasság felbomlik, tehát könnyen mondják azt az emberek, hogy akkor kezdjünk új életet, vagy próbáljuk meg. És ehhez képest kellemesebbek is? Tehát, hogy nem tépdesik egymást agyon. Dehogy a párok? Nem. Igen? Nem. Persze.
Persze. Ma azt hittem, hogyha könnyen, tehát tényleg most már minden második pár elválik, az nem egy olyan nagy ügy, azt gondoltam, hogy kellemesebben intéződnek a dolgok, hogy könnyebben állnak odébb az ember. Inkább azt mondanám, hogy ilyen is van, meg olyan is van. A Bárándi Zsuzsi például nem is akarja soha, hogy eljussanak a bíróságra, mert addig egyezteti a különböző véleményeket, hogy mert ő esküszik arra, hogy nem kéne már bíróságon ott szivakodni. Hogy már a vagyoni ügyekben, hogy legyen megegyezés. Hát lehetne, igen. Még lehetne adott esetben az, hogy egy ügyvéd előtt megegyeznek, vagy egy közjegyző előtt lepecsételik, és akkor úgy elválnak. Ja, ugye, és nem, ki lehetne hagyni, igen, a bíróságot. De erre van egyébként valami tervezet. A Bárándi Zsuzsi volt egyébként az első vendégem pont az Ügyvéd Podcastban, mert igen, a saját műsorom is. Ő egy fantasztikus ügyvéd, meg ember. Csak ügyvédekkel beszélget? Meg emberként is, igen, fantasztikus. Ügyvédek beszélgetnek ügyvédekkel a hivatásukról, erre van egy külön műsorunk, de nem egyedül csinálom. Az az igazság egyébként, hogy majd meg fogom nézni, hogy az a hatás, amit én észrevettem, hogyha egy színész beszélget színészekkel, tehát konkrétan az Alföldi Róbert beszélget más színészekkel, az ő van egy műsorsorozata az RTL-en, az ő műsorában, akkor azok a színészek ezerszer jobban megnyílnak, mint bármelyik másik riporternek. Hogy ez a hatás, ez az ügyvédeknél is van, hogy ti kollégák vagytok, és ezért neked könnyebben beszélni? Én szerintem igen, most a Stánic Péter volt a legutóbbi műsorban a vendégem, aki a Karsai Dánielnek volt a jogi képviselője Strasbourgban, és egy idő után nyilván szakmai kérdéseket tudok feltenni neki, jobban megnyílt, tehát jobban elmagyarázta, hogy például ez az életvégi döntés Magyarországon hogy van, mint más műsorokban. És hogy vélekedsz te erről? Hát én abszolút a Karsai pártján vagyok, tehát a kollégának a nagyon drukkoltam, hogy sikerüljön neki a strasbourgi per, úgyhogy én azt kell mondjam, hogy 100%-ig a Karsai Dani ügye mellett vagyok. Van egy egyesület is, amit vezetek, ez az Üde Egyesület, az a nevünk, hogy Ügyvédekkel a Demokratikus Jogállamért Egyesület, ebben van körülbelül ilyen 100-200. Van egy 200. Ilyen zárt Facebook csoport is, nem? Igen, Ügyvédek címmel. Olyan is van, van egy, igen, az egy másik történet, ott benne van a fél ügyvéd társadalom. Itt a mi csoportunkban csak egy 200 ember van, de mindig, amikor a Dani bármit megoszt, akkor én is megosztom, és akkor jobb vagyok a testvérével is, a Péterrel is, úgyhogy egy kiváló alkotmány jogász egyébként a Dani, és hát borzasztó. Egyébként még a Nehéz Pozsonyi Marci volt, aki kiváló jogász barátom volt, és hát az nagy szomorúság volt, mikor elment. A Dani meg hát le a kalappal, amit csinál most, én azt gondolom, hogy megmutatja, hogy milyen az, amikor egy igazi polgárnak egy valódi szívügye van, hát ez sajnos most a saját ügye. Igen, és egyébként semmi reális esély nincsen arra, hogy megváltozzék a közfelfogás ezzel kapcsolatban, és Magyarországon. De hogy nem van, hát nyilván ahhoz kell majd valamilyen változás politikailag, és akkor szerintem... De csak a politikai változások múlik, mert ennek például szerintem nem lenne szabad politikához fűződnie. Tehát, hogyha mások hozzák a törvényeket Magyarországon, igen, hanem hogy a józanész alapján, ha megszavaztatnák az embereket, akkor az emberek az életvégi döntésükhöz ragaszkodnának. Jó lenne egy népszavazás, egyébként én nagy népszavazás párti lennék. Én is. Ha lenne, de hát gyakorlatilag de az elmúlt 14 évben... Ez ugye a kúria, illetve az Alkotmánybíróság döntése. De hát egy minden, ami alami alap... Ezt elvetették? Volt már ezzel elvetették, kapcsolatban, sajnos, ugye? Igen, elvetették. Elvetették. Valamiért a jogalkotóra bíznak minden ilyen fontos döntést, akár adó téma van, akár hát, nemzetközi szerződést érint. Hát akár... azokat nem lehet eleve, tehát legalábbis az én emlékeim szerint ezeket nem szabad. De adó itt szerintem lehetett érintő ügyekben nem lehet népszavazást tartani. De hát ez egy tipikusan olyan dolog, hogy az ember saját magára vonatkozó döntése, az mitől ne lehetne népszavazás tárgya. Tehát, igen, egy gyógyíthatatlan beteg. Mert a halálbüntetés visszaállítása az nem a saját
életemről való döntés. Tehát én azt megértem, hogy azzal kapcsolatban nem lehet népszavazást rendezni, de kinek-kinek a személyére vonatkozó döntés nem? Hát arról nem szól, hogy aki öngyilkos lesz, azt nem lehet szabályozni például. Tehát van olyan ember, aki tudja, hogy halálos beteg. Igen. Fogja magát. Hát ismerünk ilyet, aki a kórházból kiugrott az emeletről. Igen. Hát még orvost is sajnos. Orvost de hát a lényeg pont az lenne ezzel az egésszel kapcsolatban, hogy ne kényszerítsen olyan radikális megoldásokra, amivel másokat veszélyeztet az ember, hogyha véget vet az életének, mert azoknak, akiknek nincsen asszisztált halálba menetele, azoknak nincs más választásuk, mint hogy ezeket a rettenetes megoldásokat, vagy a totál bizonytalant, hogy valahonnan szerez valami gyógyszereket, beveszi és meghalasztja saját magát. Igen, nyilván egyébként a vallásilag az is tilos. Tehát ilyen hát szempont, persze. Mert most hát pont vallás jogokra hivatkoznak, hogy miért nem engedik a szabad életvégi döntést, holott ugye az öngyilkosság is ugyanúgy vallásilag tilos, és az hát jó, nyilván azt nem lehet szankcionálni, aki már nem az egy ostoba érv, hogy vissza lehet vele élni, hát lehet azt úgy szabát. Van olyan európai ország, ahol ezt nagyon ügyesen kitalálták, hogy nem lehet visszaélni egy ilyen helyzetet. Megfelelő orvosi bizottság, szakvélemények, úgyhogy felülvizsgálat, én szerintem is ezt meg lehetne csinálni. Én olvastam, hogy van olyan, hogy összejönnek egy nagy kertbe az egész család, esznek, isznak, vicceket mesélnek, és a végén kap egy injekciót az, aki miatt összejöttek, és abszolút jogilag szabályzott a dolog, nem... Mármint Svájcban például, meg Hollandiában. Igen. Pontosan. Igen, hát én is hallottam. Tehát van ilyet, példa, amit lehetne másolni. Barátom mesélte, aki Spanyolországban él, hogy a barátnőjének a nagypapája úgy hunyt el, hogy a 100. születésnapján mindenkit odahívott, és befeküdt a fotelbe, és elaludt. Mondjuk az egy mindenféle külső segítség nélkül. De ettől függetlenül... Erről ábrádozik mindenki, hogy minden külső segítség nélkül a 100. születésnapján aludjon el. Igen, ez, de most, hogyha megtörténne egy kis segítség, attól még ugyanúgy az az ő akarata lenne. Ja. Úgyhogy ebből a szempontból most ez egy speciális ügy. A strasbourgi ügyek azok egyébként engem is érdekelnek, még ebben nem nagyon vágtam bele, de Magyarországgal szemben egyébként több ezer ügy van évente. Tehát igen. Magyar állammal szemben? Igen. Ezek vannak Strasbourgnál? Igen. És kifizetik egyébként a kártérítéseket? Mert hogy vannak megnyert ügyek, amiknek a kártérítéseit állítólag hiába várják. Hát most is volt jogerősítés, az a család, akinek nem adtak enni, és nem tudom én hánynak. Igen, egy menekült család. Menekült család, igen. A tranzitzónában gondolom. Persze, tehát a magyar állam ilyenkor aláveti magát a Emberi Jog Európai Bíróságának, a joghatóságának, és ilyenkor kötelező kifizetni, tehát ilyenkor nincs mese. Az egy más kérdés. Érdekelne, hogy mivel érvelnek, hogy nem adtak enni ennek a családnak, hogy nem voltak éhesek, vagy mi. Szóval nem, hát ezt annak különböző igen. Civil hát szervezetek. Ezekkel a Helsinki Bizottság foglalkozik, és én nagy rajongója vagyok a Helsinki Bizottság szakmai munkájának is, és mi időnként együtt is dolgozunk, meg voltam. Járok hozzájuk képzésekre, úgyhogy például ezzel is bővítem a tudásomat. Na de jó, azt akartam volna itt a legvégén megkérdezni, hogy egyébként, hogyha itt neked hirtelen erős felindulásból bárki állást ajánlana valamelyik televíziónál állandó műsorral, akkor hagynád az ügyvédkedést? Nem hát hiszem. Jobban vonz ez a... Nem, mert az például egy elég komoly trauma volt, mikor a 90-es évek végén a Telesportnál volt egy kormányváltás, és akkor elküldtek indokolás nélkül. És az ügyvédségnek ez a fajta szabadsága és függetlensége, hogy abszolút én osztom be a saját időmet, én döntöm el, hogy milyen ügyet vállalok, ez azt gondolom, hogy egy olyan szabadságot és függetlenséget jelent, amit nem cserélnék le semmivel.
Hát ez egy olyan szép végszó volt, igen, hogy magunk részéről nem is köszönjük tudunk szépen mást hozzátenni ehhez, mint sem, hogy továbbra is sikeresen ügyvédkedjél, és hát akkor találkozunk különböző stúdiókban hobbiból, mármint a te hobbitból. Igen, veled. Örülök, hogy egy rangos vendég lehettem majd. Egy szegváris vendég lehettél, nem csak rangos. Szegváris ki emellett. Köszönjük szépen a figyelmet, jégfél lesz a jövő héten, és nézzenek minket akkor is, viszontlátásra.